Na, visszatértem a bázisomra, és hát elég érdekes jelenségre jöttem rá, hogy önmagától nem is nagyon megy ez a kohó, sőt, az F-fel én se tudom nyomni, mint a Workbench-on a gyártást, hanem ide kell rendelnem a Firefox-ot, és ez így kőkeményen nyomja nekünk az ipart. Viszont egyelőre nem jöttem rá, hogy tudok kettőt, két külön helyhez hozzárendelni, mert hogyha ide szeretném rendelni a birkát, akkor a másikat elveszi. Tehát ha megnyomom az E-t, akkor azt beszívja onnan, sajnos. Nem tudok egyszerre két helyre állatot rendelni. Ezt biztos vagyok benne, hogy kellene tudnom, csak nem jövök rá, hogy lehet csinálni, úgyhogy majd rájövök. Minden esetre az is nagy segítség, hogy most ide rendeltem az előbb a birkát, legyártott nekem egy csomó nyilvesszőt, megjavítottam a cuccaimat, mert már minden rommá volt törve, és hát megépítettem ezt a kohót, és betettem most 20 ilyen kis ércet, hogy ezt ott elkezdje nekem gyártani. És azt hiszem, ja, közben volt egy érdekes jelenség, lehet, hogy valamelyik állatomat kinyírták. Nem végleg, de úgy néz ki, hogy ez egy darabig ilyen hulla volt, és azt mondta, hogy ő most nem képes dolgozni. Úgyhogy beraktam ezt a helyére, aztán egyébként észrevettem, hogy valószínűleg marad is, mert ez tudja ugyanazt, mint az, csak még egy lépéssel többet is. Ezen a fő oldalon ezeken kb. Ezeket fogom gyűjteni, hogy minden kaliberből egy, vagy minden kategóriából egy, amit csak össze tudok gyűjteni, és az ilyen futottak még kategória, az itt az utolsó oldalon lesz, akiket ugye nagyon nem tudok használni, ezeket majd hátulról töltöm föl előre felé. Ugye most ez a róka, ez bent van és fújja a kohót, és ez szépen dolgozik nekem, hát az összes többiből meg egy-egy-egy, az munkában van mindenhol. Ezek olyanok, aminél mindegyiknél csak egy feature van, és azt valamelyik másikkal tudom helyettesíteni, akinek plusz még amellett más is van. A legnagyobb bug egyelőre szerintem, hogy az early access miatt ez a tárgyhordásban a beakadás, hogy nem mindig tudják fölvenni, és nem mindig tudják elvinni a cuccokat, és hogy megmakkan az egész team, így mindenki oda megy, mert próbál segíteni, aztán végül senki semmit nem tud csinálni, mert ott begajdulnak. Viszonylag könnyen, gyorsan megoldható, odafutok, fölveszek mindent, és akkor elengedik a dolgot, rájönnek, hogy ők nem kellenek oda, mert már nincs ott semmi. Végtelenül szimpatikus, hogy nem ilyen 99 darabokat lehet tenni egy slotba, vagy ilyesmi. Kőből már 927 van itt egy helyen, kérdés, hogy 999 lesz a teteje, vagy van-e tovább, de már ez is nagyon szimpatikus. Tehát oké, hogy egy ládában véges számú hely van, ez ugye 10 slot, nyilván lesz majd nagyobb láda, viszont legalább slotonként rohadt sok nyersanyagot oda tudunk tenni. Elég hosszú a lejárati ideje a termékeknek, tehát nem az van, hogy pillanatok alatt megrohad. Bogyót azt kívülre teszem, és akkor tudnak. Ez egy kicsit rendezetlen, kicsit kaotikus ez a bázis, én ezt tudom, de majd a következő bázisom már összeszedettebb lesz. Itt azt se tudtam, hogy mit csináljak, meg egyelőre nem is nagyon értem, hogy minek nekem bázis. Tehát igazából ezt letenném ide, és aztán mindent így a mezőre, az is bőven elég lenne. Simán lehet, hogy a következő helyen nem fogok csinálni, annyi, hogy ott eléggé fázott a karakter, tehát maximum tüzet kéne rakni, vagy ilyesmi. Ja, és szereztem azt hiszem még közben ilyen cuccokat. Igen, hát találtam ilyet, négy kéne, és csak kettő van, és az állatka. Wow! Itt van öt ilyen cucc. Ezzel tudom boostolni? Hát mondjuk nem biztos, hogy pont a rókát kéne. Aha! Valamelyik képességét tudom ezzel egy ilyen kis gombóckával fejleszteni. Nem tudom, honnan szedtem ilyen gombóckát, meg azt sem tudom pontosan, hogy mi az. De akkor ilyet majd még kéne gyűjtenem, mert akkor ezzel be tudom ezeket boostolni. És mondjuk rohadt jó lenne, lehet, hogy ezt a rókát viszem magammal. És akkor ezt ilyen támadásra fogjuk használni, azért ez nyilván nem hátrány, hogyha segít nekem. Ezt érdemes lesz meg kipróbálni, hogyha valamikor jön velem, akkor... Hát figyelj, próbáljuk meg, hogy... Egy ilyet eltolunk ide, egyet ide, és akkor ezt tényleg elviszem magammal. Már csak azért is jó, mert mondjuk gyártani is gyorsabban gyárt, hogyha olyan ércet akarok csinálni, de... Az nem is feltétlenül muszáj. Hát a defense az jó lenne, hogy sok legyen, nehogy meghalljon szegényke. És akkor ezáltal közben szintet is lépett? Nem is 8. szintű. Ez egészen fincsi. Jó, hát ez nem baj, ha ott bent gyárt egyébként, mert az aztán lehet, hogy be is teszem majd ilyen bázisvédelemre is. Ha még egyet ki tudok nyitni, még egy slotot. Nem biztos, hogy kell ezt vinni magammal, inkább tényleg legyen itt és őrizze a többieket, mert... az talán sebzésben egész jó lehet. Nézzük, hogy
Ó, még egy ilyen hot springet kéne csinálnom. Azt már azt is kioldottam, azt a receptet. Hát ez most mondom, egyelőre ilyen kőkemény kaotik lesz, ami itt történik. Elvileg innen már minden van, ugye workbench, javító, ilyet nem tudok még ott semmit gyártani, de legyártotta magát az eszközt. Nem, ezt még nem gyártottam, na majd egy ilyet is csinálunk még. Storage megvolt, ezek is voltak, na itt lesz ez a hotspot. Ehhez sincs nyersanyagom. Ó, kell valami fluid. Pál fluid, abból 60 és 10 kéne. Jó, akkor azt most nem fogunk gyártani. És akkor egyébként ez, hát ilyet tudok gyártani. Jó, hát ezt nem tudom, valahova letesszük, aztán ne nagyon legyen útba. Szuper. És akkor itt birkákat fogunk nevelni. Ez nem olyan túl hasznos lény a birka, mondjuk. És most az egész team neki áll építeni. És az ott hátul 7. szintű. Ez meg csak 5. Na lehet, hogy ezt kéne elkapni. Mi lesz jó ez itt nekem? Ez egy ilyen rajzfilmváros, de komolyan mondom. Teljesen a baj, ami itt történik. 7. szintű. Igen, tehát azért ez sok idő, amíg egy 5. szintű, 7. szintű lesz, úgyhogy én szerintem mindjárt megyek és ezt elkapom. És kicserélem erre a Crazy Daisy-re. Csak az, hogy ugye egyiket megtámadom, jön a másik is. Hú, srácok, nagyon szörnyű ezt hallgatni. Nagyon jó. Igen, és akkor itt most a birka magának fog örülni. Jaj, de cuki vagy. Mi fog itt történni? Kis birkák fognak itt termelődni? Jó, akkor ezt a 7. szintűt megkeressük és befogjuk, illetve először ezt a 6. szintűt kéne megölni, hogy aztán engem ne támadjon meg. Ez haverom? Ez nem haverom. Menjél innen, mert itt útba vagy. Oké. Akkor téged is ki kéne nyírni. Hát ennek mondjuk a túl sokat nem sebzek. Aha, és ez ilyen hőkövető bomba. Jaj, jön a team. Hát, most az a baj, hogy azért nem fogom tudni elkapni a másikat, mert az is beszáll a küzdelembe, és a csapatom kinyírja. Elég gyorsan. Szó szerint elég gyorsan. Hol vagy? Hát már késő. Haha, gondoltam megdoblak. Jaj, beesett oda szegény. Kiviszem. Így viszem ki a partra. Na, ez az. Menjél dolgozz. Jó van. Hát ezeket nem sikerült befogni. Ne ugorjál már be a vízbe. Most mit csinálsz ott? Ezt most miért kell csinálnod? Ja, mert hogy te most az inventorimba vagy, aha, és az nem kéne, mert akkor te jössz velem. Egész jó fej vagy. Aha, ez király, ez király, és akkor te megvédsz engem? Kész vagy bent a izével, tűzrakással? Akkor itt viszont ez rohadt jól néz ki, és igen, kész az összes. Jó, hát és akkor egyébként ez meg szén, az se árt nekünk azért. Jó, még ez egy kicsit itt tizenjél, légy szíves, bazsaváljál. Hol vagy? Halló? Ez rohadt jó, hogy így oda idézem magamhoz, és akkor újra tudom dobni, ez tök király. Igen, hát az, hogy öten lehetnek a teambe, de egyelőre csak egyet tudok így kilőni. Majd később biztos tudok többet is. Jó. Megint elmegyek, futok egy nagy kört, aztán próbálok felderíteni. Nos, srácok! Az eddigiek, ez mind egy napon történt. Úgy ráugrottam a témára, hogy beletoltam gyorsan, vagy pár órát. Szokás szerint rengeteg bénázás, rengeteg szenvedés. Most már egy picit átlátom a rendszer, tehát akkor szerintem nagyon gyorsan itt csak azért állok itt, mert szupercuk ez összes lényen végre bejött és itt alszik. Ja, nagy hirtelen le is frissítette magát a játék, itt a jobb alsó sarokban látszik, ez 0.111 volt még tegnap, most már 0.112. Tehát dolgoznak a srácok, mint az őrült, lehet, hogy pont ezt pecselték ki, hogy ezek nem jöttek be aludni, nem néztem changelogot, úgyhogy nem tudom, mi volt a változás. Nagyon gyorsan elhodornám az alapokat, mert hát egy picit segítek vele. Ugye ennyi a sztori, hogy itt van egy karakterünk, ezt ugye az elején megalkothatjuk, és akkor itt van egy ilyen többé-kevésbé nyílt világ, és nagyon üvöltöznek itt a kis lényecskék, egyszerre ébredt mindenki, ezt mennek dolgozni, és
Alapvetően ugye a legelső, amit megcsináltunk, az a workbench, itt tudjuk csinálni a standard cuccainkat, és ilyen javítótábla, és van egy ilyen cuki kis munkapadunk, amivel az állatkáknak tudunk felszerelést, illetve egy kohó, ezeket sikerült nekem eddig megoldani, meg a láda. Ugye alapvetően úgy néz ki a történet, hogy tudunk a világban farmolni, nyersanyagot gyűjteni, állatokat lezúzni, vagy befogni, kb. Mindenért kapunk XP-t, és az XP-ből pedig idővel ugye szintlépés lesz, és ilyen tech pontokat kapunk, és így a Technology Tree-n ki tudunk nyitni skilleket olyan formában, hogy gyártható eszközöket. Én most kb. Itt tartok, ugye 10. szint, és még van 7 elosztható pontom, és amiket már feloldottam, azt természetesen fogom tudni gyártani. A karakternek is van egy ilyen, hát ilyen karakterlapja lényegében, ugye itt az inventory 4 tárgyat tudunk betenni, ilyen 1-2-3-4 gyors gombra nem vettem észre, hogy össze lehetne rendelni, hanem az egérgörgővel tudjuk ezt állítani. Én nagy hirtelen gyártottam magamnak egy ruhát, ez némileg egy kis védelmet biztosít, illetve egy ilyen ejtőernyőszerűséget, ami inkább egy ilyen glider, mint a Zeldában volt, tehát így lesiklok valahonnan, természetesen fogyasztja a staminát. Tehát ez nem egy az egyben egy ejtőernyő, hogy ez kinyílik, az szépen leszállunk, hanem elfogyott a staminánk, akkor durván pottyanunk egyet, tehát azért a legnagyobb hegyről ne ugorjon le senki. Itt a statisztikákat tudjuk ugye a karakterünknél állítani, az a nagy szívfájdalmam, hogy mint az ARK-ban stamina ugrik 10-zel, ez egy vicc, tehát ezt ne, az etek meg 2-vel, szóval a defense-et nem is tudom növelni, wow, work speed az mondjuk másfélszer annyi lesz, az szimpatikus. Jó, hát ez néha engem idegesít, úgyhogy szerintem most erre rárakok egyet. Tehát lényeg az, hogy ezeket is tudjuk változtatni, ez a két érték boost, ez szerintem a ruhám adja, azt hiszem. Jó, tehát lényeg az, hogy inventory, a karakternek a karakterlapja, itt a karakterfejlesztés, és ugye a skill tree, itt technology-nak hívja, és akkor a szintlépések után tudunk pontokat elosztogatni. Na most a party, az elég vicces. Az elején full nem értettem, hogy hogy van ez a sztori, ezt majd mindjárt mutatom ezt a lámát, vagy ezt a alpakát, mert ez nagyon vicces. Ami egy picit nekem nem állt kézre, alapvetően bárhol találunk állatkát a világban, be tudjuk fogni, nyilván nem bármilyen szintűt, nyilván úgy nagyjából a mi szintünket, vagy az alattit, egy kicsit be kell sebezni, és utána Q-t, ha megnyomjuk, akkor jön ez a kis varázsgolyó, és ezzel pofán dobjuk, akkor nagy eséllyel elkapjuk. Fogja ott mutatni százalékos arányban, hogy mennyi az esélyünk erre, nyilván minél magasabb, annál jobb. Tudunk egy ilyen szobrot építeni, ezzel tudjuk charge-olni a saját karakterünket, így fejleszteni, illetve tudjuk az állatkákat is. Sajnos ebben egyelőre nem tudok segíteni, hogy melyik nyersanyagot hogy és miként tudjuk megtalálni. Ezek ilyen kis szoborszerűségek voltak, és összeszedtem, és egyet már rácsárzsoltam a karakteremre, illetve az állatkákból is volt 3, azt ráraktam azt hiszem a tűzrókára, ami nem biztos, hogy jó volt, mert most már másképp gondolom, de mindegy. Szóval a lényeg az, hogy be tudjuk fogni az állatokat, érdemes minél magasabb szintet, ugye, hát amennyire csak tudjuk. Elvileg ezt összegyűjtenék, de nem olyan nagyon gyűjtik össze. Most szerintem ez még ilyen nagyon early access, ez a játék, ez biztos sokkal precízebb lesz. Tudunk építeni ilyen fakitermelő és kőkitermelő állást, illetve az egy ilyen kőzúzó berendezés, ami azt hiszem talán követ is, meg fát is tud zúzni, és a kőből lesz ilyen ez a paldium, ebből tudjuk ezt a állatbefogó gombócot gyártani, és ugye a fából meg lesz ilyen rost. Úgyhogy, hát így nagy hirtelen ezek az alapok. Mit szerettem volna még mondani? Party, igen. Ahogy megyünk a világban és fogjuk be az állatokat, itt most ez a tapasztalatom, hogy egyre maximum 5 tud megjelenni, tehát 5 tud lenni a csapatunkban, és ezeket innen így idézőben kidobhatjuk, hozzárendelhetjük valamihez, korábbi epizódban látszódott, hogy mondjuk ide jövök a kis berendezéshez, és ugye én itt gyűjtögetem az állatokat. Rengeteg helyünk van, tehát iszonyat mennyiségű helyünk van, amennyi állatot ide be tudunk tárolni, de a legvégére tettem az ilyen ratyikat, egyelőre kidobni még nem sikerült. Ide az elejére mindegyik érdekesből, tehát ilyen egyedi állatokból teszek egyet, majd mindig kicserélem őket a legmagasabb szintűre. Egyelőre azt tapasztaltam, hogy egy típusú állatnak mindig ugyanazok a skilljei. Tehát például egy birka az mindig ezekkel az ikonokkal fog jönni, és hogyha azt mondjuk, hogy view details, amit ugye korábban szerintem talán nem mutattam, itt egy kicsit átfogóbb információt kapunk, úgy veszem észre, hogy ezek változnak néha-néha, ezek a passzív skillek az állatoknál, de ez a jobb oldali terület,
amiben ő dolgozni tud, ez állatonként én úgy veszem észre, hogy teljesen standard, teljesen átlagos. Tehát egy birkának mindig ezek lesznek a képességei, tehát ilyen kézi munkában tud segíteni, a szállításban és a farmolási feladatokban. Egyelőre azt tapasztaltam, hogy ebben nincs változás. Azt kell kiszaszerolni, hogy olyan állatokat berakni a bázis aktív munkavállalói közé, aminek minél több feature-e van. Ez a felső doboz, ez tehát csak a tároló, ide bárkit berakunk, az úgy itt van nekünk, azt jó napot kívánok, nem csinál semmit. Ez az alsó pedig az aktív dolgozók. Ahogy fejlesztjük a bázist, ugyanennél tudjuk fejleszteni, itt van a Simpla V, ez a Base Upgrade, ugye itt 2-3 változó, hogy mennyi kis részfeladatot kell teljesíteni, és ezt követően tudjuk fejleszteni a bázist. Itt a következő szint, hogy már 8 munkavállalóm lehet majd, most jelenleg 7 van, és hát ezt még nem sikerült elérni, hogy több bázist is építhessek, tehát ez jelen pillanatban továbbra is csak egy. Viszont tudunk olyat csinálni, ugye itt van egy 5 slotos parti, tehát egy ilyen csapatba tudjuk őket rendezni, és azt figyeltem meg, hogy ugye amit korábban nem értettem, hogy mi ez, hogy nincs senki a partiban, tehát egy emberkét mindig ki tudunk dobni. Én egyelőre sajnos azt tapasztalom, hogy csak egyet. Ugyanúgy tudok egyet cancelelni, de mondjuk elmegyünk a világba, és itt van, hát lényegében, mintha zsebünkben lennének ők ilyen kis golyókában, és ezeket bármikor elő tudjuk venni, és tudjuk charge-olni. Ahogy láttam, nagyon vicces, tehát mindegyiknek vannak feature-ei. Például, ha ide jövünk, megnézzük ezt az emberkét mondjuk, és akkor azt mondom, hogy details, és ez itt megjelent, mert én már építettem neki, vagy csináltam neki ilyen nyakörvet, van az inventorimban. De például itt a róka, akinél ez még lokkolva van, mert azt mondja, hogy kell egy legyártott tárgy, hogy ezt használni tudjam, és akkor igazából őt ilyen lángszólóként lehet majd használni. És ezeket az eszközöket itt tudom legyártani ebben a kis pál vagy PEL workbenchben, ezt például már legyártottam, meg ezt is, egyelőre nem is tudok másra gyártani, és ennek következtében mutatnám az egyik nagyon vicces dolgot, ja például, tehát ugye a róka itt van bent az inventorimban, és ő neki van olyan jellegű skillje, ami dolgozni tud a kohóval, és így hozzárendelhetem, kidobom, és akkor ő hozzá van assignolva. És innentől kezdve, ha én itt berendelek valamit, ezt egyébként máshogy nem is tudtam, tehát berakok ide mondjuk, mit tudom én, 5 darab ilyet, vagy legyen 10, tök mindegy, start, és akkor ő szépen fújni fogja ezt a cuccot, és működni fog a történet. Az a bajom, hogy arra jöttem rá, vagy arra nem jöttem rá, hogy tudnék többet kidobni esetleg, mert jelen pillanatban én mindig csak egyet tudok. És a másik nagyon vicces, hogy legyártottam ennek a lámának is, igen, tehát ilyenkor visszaszívta a karaktert onnan, ezzel kezdte, hogy most szépen abba hagyta a róka ezt a tevékenykedést, és most itt a bal alsó sarokban látható, hogy váltogatok a kettő között, most kidobom a lámát, és ez azért nagyon kemény, mert sikerült, mindjárt mutatom, hogy hol, a lámához is építenem egy nyerget, és igen, kőkemény, erre föl lehet szállni, persze, ha megvárna, ne rohanj már, te barom, ja, innen is megnyomhatom, jó, nyomom hosszan az F-et, akkor ide jön és felszállok, és van egy mountom, ami még csak hagyján, de mindjárt mutatom, hogy miket tud még csinálni ez a cukorpofa. Ott az ikon mellett a kis lehetőségek, és mutatom, hogy mondjuk ott egy kis első szintű birka, és így azt mondom, hogy bal gomb, akkor ezt így becsárdzsoljuk, mint az állat, és úgy fejbe rúgtuk, hogy egyből elpusztult. Tehát mondjuk ez nem csak szállít engem ez a mount, hanem egészen hasznos tud lenni harcban is. Illetve ez az E betű is igen vicces, mert konkrétan pofálőjük őket. Tehát nyilván ennek is fogy a sztaminája, és nem végtelenségig gyors tüzelővel, de mondjuk azért egy picit hatékonyabbak tudunk így lenni. Tehát ez nem fogyasztja olyan tekintetben az eszközeimnek az állapotát, és mondjuk lóról is, cirka lóról is tudok farmolni, tehát összeszedni az apróságokat. Úgyhogy rohadt jó, viszonylag hamar, hát egy kicsit gyermeteg, én értem ez a kinézet, tehát olyan, mintha egy bölcsibe lennénk, de mindegy, lényeg az eredmény meg a hatékonyság. Tehát, hogy jövök én itt a kis lovacskámmal, és így poppá lövök mindenkit ilyen tüzes köpettel, mert ugye a láma, tegyük fel, mondjuk ez nem láma, hanem alpaka, de tegyük fel, hogy ez most pofán köp mindenkit. Úgyhogy, hát egyelőre ennyire jöttem rá, nézzük még gyorsan át a menüt. Tehát egy inventory-t mondtam, a gyors elérési eszköztárat mondtam, ruha, ejtőernyő, kaja,
Erre még nem jöttem rá, hogy mit lehet csinálni. Itt a statisztikánkat tudjuk állítani, ha szintet lépünk. A partiba, ja igen, 5 állat tud itt lenni, 5-öt tudunk berakni, viszont nem kell attól tartanunk, hogy ez ilyen zsebszerűség, és hogyha ez tele van, akkor nem fogunk tudni többet befogni. Tehát ide berakok 5-öt, az tök király. Ha bárhol a világban mászkálok és befogok egy állatot, akkor az bekerül otthon a ládába automatikusan. Tehát nem veszítem el, nincs az, hogy dobják ki egyet, hogy bekerüljön egy másik, az így oda teleportál. Viszont ha csak 2 állatka van itt, és befogok egyet, az ide fog kerülni harmadiknak, tehát akár azonnal használni is tudom, így a mezőn bevethetem. Ezt mutattam, itt szépen, hogy lépjük a szinteket, újabb és újabb dolgokat nyithatunk ki, és ugye, hát itt vannak olyanok, amik valamitől függenek, valamilyen típusú állatot el kell kapnom ezekhez, hogy csak ugye nem tudom miért, tehát hogy azt kinyithassam, és itt is vannak ilyen speciál cuccok. Azt tudjuk, hogy ez egy egg inkubátor, tehát és vannak is már tojások, amiket bele tudnék rakni, csak azt nem tudom, hogy ezt hogy tudom feloldani. Tehát igazából ezekre kell majd még rájönnöm. Ez pedig olyan információ, hogy amit már egyszer láttam valahol a természetben. Azt így mutatja ilyennel, hogy létezik egy ilyen, ez egy ilyen kis depressziós macska, de nincs róla információ. Ezek olyan állatok, ami egyszer már volt valahol, ugye ezek megtámadták a bázis, stb. Stb. Ami viszont színes, az pedig olyan, ami ugye már be van fogva, és látom a statisztikáit, tehát hogy milyen képességekkel rendelkezik, illetve itt, hogy mit dob akkor, ha lelövöm, tehát hogy milyen lootokat tud dobni, és capture bónusz, hát azt nem tudom pontosan mit jelent a capture bónusz, az lehet, hogy attól függően, hogy mennyi XP-t ad talán, nem tudom. Na jó, guild fingom nincs mi, mert hogy nem játszom multiplayerbe, nyilván, hogyha egy szerveren vagyunk többen, akkor tudunk guildeket csinálni, és az options menü az kész. Mentés az nincs, mert hogy ilyen cirka online játék, tehát menteget magának, és mondom, ez nekem már nagyon tetszik, hogy már sikerült, tényleg egy, nem tudom, pár órát játszottam vele tegnap, és már sikerült idáig eljutni, hogy van egy hátasom. Ilyen bagyot azt hiszem elkaptam már, és kb. Szart se érek vele, tehát ez nem biztos, hogy ezt el fogom kapni. Egyébként mit dob? Wow! Valami technikai könyvet. Hát akkor viszont bocsi, de szükségem van a tudásodra, kedves bagoly. Úgyhogy a hátsó bagoly az ne vegye ezt most észre. Igen, és most mivel meg akar támadni, ezért a barátaim egy kicsit mérgesek lettek. És a másikat is egyből megtámadták. Jó, hát igen, szóval itt a bázison nem olyan nagyon érdemes belénk kötni. Mert elég combos haverjaim vannak. És... ja igen, tehát az is nagyon vicces. Jézus Mária, itt potyogám a dögivel. Szóval, hogy ezt olyan nagyon nem fogtam még fel, hogy ez mire jó. Elvileg ilyen szövetet gyárt nekünk. És ott egy döglött bagoly, most nyírtuk ki. Ugye két ilyen kis... veteményest építettem, amit full maguktól kezelnek, tehát beültetik, aztán jön valamelyik, amelyik tud locsolni, az meglocsolja, és aztán meg le is szedik a termést, és behordják a kis ládikóba. Arra az egyre kell figyelni, hogy tudok leszállni, hogy a magokat azt én ide szoktam tenni. Valamiért ez mondjuk még a tegnapi verzió volt, lehet, hogy most ezt is pecselték, elég bénán mennek be a házba, tehát ide tettem egy dobozt közvetlenül az ajtó mellé az ilyen alapnyersanyagoknak, de még ide se nagyon tudtak bejönni. De mondom, ilyen 0.1-es a játék, szóval a maximális tolerancia mellett azért szerintem ez elnézhető. 0.1-esen kb. Egy játék este szokott indulni, vagy bekresszel 10 perc után. Egyetlen buggal találkoztam eddig, amikor egy golyóval befogtam egy lényt, és a golyóra föl tudok mászni, és kilőtt a francba, és meghaltam. De hát most ez sem biztos, hogy bug. Úgyhogy, hát meg ezek érdekesen így a halálok után még szoktak mozogni. Tehát ez egy kicsit morbid, hogy így egy picit bugiznak. És akkor kis cukker pingvin meg ezt locsolja, beültetik a magokat, stb. Tehát lényegében az a jó, hogy egy kicsit ilyen önjáróvá válik a bázis már néhány ilyen kis állatka befogása után is. Vágják a fát, gyűjtik a követ, csinálják a kaját, stb. Stb. Tehát nekünk marad az új dolgokra időnk és energiánk, hogy megyünk, aztán felfedezzük a világot. Úgyhogy én szerintem ez egy végtelenül cukker játék. Nagyon jól használja ki az eddig megjelent ilyen survival game-ek, hogy mondjam, jó tulajdonságait, fölkapta a bogyót, és már viszi is. Tehát, hogy láttunk olyan játékot is, amiben voltak ilyen segédek, ilyen automatikusan dolgoznak. Például a... volt egy ilyen, nem fog eszembe jutni a neve, ilyen középkori, azzal is játszottam, volt pár videó,
ilyen házat építesz, különböző, tehát ez is ilyen 3D-s, tehát így néz ki, nem mint egy real-time stratégia, de mégis ilyen különböző típusú épületeket kellett kirakni, berakni embereket, hozzárendelet, stb. Tehát ugyanígy segítettek, mint ezek az emberkék. Ez cirka, mintha onnan lenne ollozva a skill tree, meg a gyártási cuccok, az kb. ORK, és maguk a karakterek, meg hát elég erősen Pokémon világ, de ezt nyilván majd a jogászok eldöntik. Összességében én azt gondolom, hogy kell tudni jól ötvözni. Tehát lehet egy csomó helyről egy csomó ötletet lopni, csak nem feltétlenül biztos, hogy annak a végterméke is jó lesz. Azt meg kell csinálni azért jól, és szerintem ez egyelőre egészen jól meg van csinálva. Úgyhogy én ezzel most még biztos fogok játszani. Most ennyi, hogy akkor csak egy gyors összefoglaló az eddigiekről. Nem vagyok szuper okos, tehát nem azért okoskodom. Ja, ez még egyébként elég fontos nyersanyag, mert ez kell ahhoz, hogy ezt a pál nem tudom mit, tudjam azt a kis befogó gombócot használni. Egyébként most, mikor újraindítottam a játékot, ezt az első indításra nem vettem észre, akkor lehet customizálni a szerverünket, tehát ugye ez most jelen pillanatban, mintha a mi szerverünk lenne, és minden frinc-francot be lehet állítani. Ez most idézőjelben cirka csalás, mert akármit át lehetne állítani szorzóval, hogy 5-szer annyi XP-t kapjak, vagy 10-szer annyi lootot kapjak, stb. Én most direkt mindent a default alapértelmezett értéken hagytam, és egyébként nagyon szimpatikus, hogy kb. Mindent tud a karakter, beugrunk a vízbe, tudunk úszni, fölugrunk a falra, tudunk falra mászni, amennyi sztaminánk van nyilván addig. De végtelenül jó, tehát ez is egy picit növeli a szabadság érzetet, ha nekem rágyúrok a sztaminára, és rohacsok sztaminám van, akkor fel tudok mászni bármilyen falon, nem fog ez akadályt jelenteni. Vízbe beugrunk, nem halunk meg. Amiket lényeket leölünk, kilútoljuk, azok egy idő után eltűnnek, ezek a természeti tárgyak visszanőnek, tehát fák újra előkerülnek, kövek, bokrok, stb. Úgyhogy teljesen jó játékmechanika szempontjából sem mondanám azt, hogy bele tudnék kötni. Az egyetlen, ami furcsa volt, és nem annyira tetszett, hogy a build menübe, amikor építjük a házunkat, és kirakok egy alapot, mondjuk, most nem fogok kirakni, letettem, és abban a pillanatban újra ilyen állapotban vagyok, hogy nincs ott még továbbra is a kezembe, hogy újat és újat és újat le tudjak tenni, hanem válasszam ki újra. De már most lényegesen összeszedettebbnek tűnnek a srácok, tehát, hogy minthogyha sokkal jobban gyűjtenék a szajrét, kevésbé bugzik be a játék, úgyhogy szerintem ez az egy update is már sokat segített, ami most történt. Úgyhogy én bevetem magam így a nagyvilágba, megyek lovagolni, kicsit földerítem a terepet, szerintem már csak a következő epizódban mutatom, viszont egy nagyon jó dalocska is eszembe jutott erről, 1000 éve hallottam, és nem pontosan tudtam hova tenni ezt a dalt, most viszont összeállt a képlet, tehát hogy ez a nóta, ez emiatt a játék miatt született meg, és ezt szeretettel fogom küldeni a következő epizódban a... Nem akarok paraszt lenni, de egy kicsit muszáj. Tehát tényleg én imádom a Nintendo-t. Komolyan mondom, aki nézte az előző videóimat, elborult Nintendo fan vagyok, minden szart megveszek, amire rá van írva, hogy Nintendo. Viszont nekem ez a rohadt Super Mario RPG egy kicsit törést okozott. Tehát nagyon régóta érett már bennem, hogy a Nintendo nagyon ellustult, nagyon ráülnek az eredményekre, pont ilyen kreténekre, mint én, hogy úgyis minden hülye, idióta Nintendo fan mindent megvesz, amire ráírjuk, hogy Nintendo. Ha odaszarunk az asztal közepére, és ráírjuk, hogy Nintendo, akkor meg fogják venni, pont ugyanígy vannak a kretén Apple-ösök is, csak én nem kretén Apple-ös vagyok, hanem én kretén Nintendo-s vagyok. És sajnos ezek a gyártók, ezek kőkeményen visszaélnek. Az Apple is csomószor egy nagy rakás szart letesz az asztalra, 4 kereket 700 dollárért, a Nintendo is egyre gyakrabban csinálja ezt. Legyünk őszinték, tehát most összeveszhetünk, nem kell egymással veszekedni, én pont ugyanúgy beismerem, hogy egy kretén Nintendo fan vagyok, mint ahogy egy kretén Apple-ös nem biztos, hogy beismeri magáról. Ezzel élnek vissza, ezt használják ki, na ez rohadt nagy baj. És amit most ismét sikerült letenni az asztalra, ez persze megint szubjektív, lehet közöttünk vita, de ez a Super Mario RPG, ez egy vicc. Tehát tényleg 2023-24 derekán egy éppen csak minimálisan felújított kupac szart lerakni az asztalra teljes áru játékén, ez több, mint arcátlanság, tehát ez messze-messze alul marad mindenen, ami elvárható lenne a Nintendo-tól. Ennek kb. Úgy kellett volna kinézni, hogy csinálnak egy Super Mario RPG 2-t, és abban a játékban valahol megjelenik egy számítógép, amin végig lehet játszani az egynek a remake-jét. Csak ugye ez nem a Nintendo lenne, hanem egy normális cég lenne, és nekem ezért van ebből elegem, és ezért vagyok úgy vele, hogy egy kicsit most már akármennyire is imádja az ember a Nintendo-t, egy kicsit már azért kárörvendő, hogy
basszátok meg, szedjétek már össze magatokat. Tehát értem én, hogy mindig benyomunk ilyen hülye dumákat, hogy de ez kreatív, meg egyedi, meg ez az amaz, tehát a Switch is maga a megtestesült tökély. Igen, csak elmegy mellettetek a világ, és tényleg ez, hogy ennek ellenére úgy is megveszik az emberek a Nintendo, teljesen mindegy, hogy milyen, és akkor így igazából nem vagyunk teljesítés kényszerben, mert mi a szarnak. Tehát, hogyha úgy is megveszik, akkor minek produkáljunk valami jót. Úgyhogy csak ez nagyon hosszú távon veszélyes. Tehát nekem volt egy ilyen, nem akarok ezzel senkit szarrá untatni, csak hogy egy kicsit alátámasztam a véleményemet. Nekem volt egy ilyen sztorim 1000 évvel ezelőtt, volt egy ilyen fotóhol érdekeltségünk, és a fotóhol is nagyon arcoskodott magával, hogy mikor berobbant ez a webáruház biznisz, ez nagyon nemba volt. Hogy oké, de a webáruházak nem olyanok, mint a fotóhol, mert a fotóholval te bemehetsz, szakszerű, szakképzett személyzet, információt kapsz, mindig mindenről elmondanak mindent, mert rohadt okosak, ott megfogod, megtapizod, megszagolod, és a webáruház erre nem képes. És akkor így föltettem a kezem, és mondtam, hogy kezicsókom, ez tök jó, ez igaz, csak nincs belépőjegy, és nincs vásárlási kényszer. Tehát utána a vevő kimegy, és köszöni szépen a rengeteg információt, meg a megtapizást, és aztán megrendeli a legolcsóbb webáruházba a terméket. És aztán ismerjük a sztorit, a fotó úgy beleállt a földbe, mint a szar. Úgyhogy lehet ezt csinálni sokáig, hogy arcon szarunk mindenkit, és szembe megyünk az ára, de nem lehet csinálni a végtelenségig. És én azt gondoltam, hogy az egyik olyan Nintendo fan vagyok, akinek nem fogják tudni soha letörni a lelkesedését, de már sikerült. Tehát ez a Super Mario RPG, ez bevitte azt a mélyütést, hogyha rohadt gyorsan nem kezd el valamit csinálni a Nintendo, akkor én tudom, nevetséges, nem fognak velem sokat veszteni, de én kiesek a kegyeiből, de én egy ember vagyok a világban, de nagyon sok ilyen ember lesz. És akkor az már nem lesz olyan nagyon vicces, hogyha ezt tömegek fogják csinálni. Úgyhogy neki kell állni kőkeményen ismét dolgozni, belerakni az energiát, visszanyerni a Nintendo rajongóknak a kegyeit, és amíg ez nem történik meg, ezt az egész rohadt nagy maszlagot csak azért mondtam, hogy addig sajnos az ember egy picit, most már sajnos én úgy vagyok vele, nem örülök ennek, de ez az igazság, hogy egy picit már kárörvendő is tud lenni, hogy cseszétek meg, itt egy játék, ami itt akár ti is megcsinálhattatok volna, és a kornak megfelelő, ez egy mai kornak megfelelő játék, Unreal Engine-nel, érdekes, tartalmas, biztos van valami, tehát én szubjektív véleményt alkotok nyilván, de biztos van valami oka annak, hogy ezt most megvették 5 millióan, vagy nem is néztem, lehet, hogy már 8 millióan, tök mindegy. És lehet mindig küldeni az ügyvédeket, és lehet mindig mindenkit fenyegetni, meg szarráperelni, meg agresszíveskedni, hát ezzel maximum megutáltatjuk magunkat, lehetne esetleg azt, hogy beleállunk, és kurva jó játékokat csinálunk. Néhány, 2, 3, 4, 5 év alatt, nem 10 év alatt, és nem remékekre rendezzük be az életünket az elmúlt 10 évben. Úgyhogy, na ez erről csak annyit, hogy a következő epizódban egy fantasztikus dal lesz, amit majd küldök, és tényleg ígérem, nem fogom többet felhozni a témát, nem akarom rómá untatni a nézőt ezzel, de hogy találtam egy fantasztikus dalt, mondom, az gyerekkoromban hallottam, és akkor egy picit kidüllett szemekkel néztem, de végre értelmet nyert, és rájöttem, hogy ezzel a játékkal kapcsolatosan kell majd küldeni a Nintendo ügyvédeinek, úgyhogy a következő epizódban lesz némi zenei aláfestés, remélem nem fog letiltani érte a YouTube, nem egy mainstream dal, viszont annál viccesebb. Úgyhogy játszatok Power Dell, mert tök cukkerjáték. Folyt kövinden.